Mit vártok ettől a győri Európa-bajnokságtól, mi a célkitűzés? Mindenképpen a nyolc közé szeretnénk jutni, hiszen nehéz csoportba kerültünk, és ugye bár minden csoportból csak a legjobb négy jut be a nyolc közé. Utána a keresztjátékban akár a hat közé is bekerülhetünk, és hát ez lenne a legjobb igazából a hat közé. Ebben az Európa döntőben 8. helyezést lenne a minimum cél, hiszen ez volt megbeszélve az edzőkkel, és elég nehéz csoportban kerültünk be. Egy orosz, belga, olasz, ezekkel élvezetes lesz játszani, hiszen nagyon sokat tanulhatunk tőlük, és ugye a jövő példaképei mondhatni, majd velünk fognak játszani. Nekünk a belga meccs az kötelezően hozni kéne, mert úgy lenne esélyünk, hogyha a belgákat és a bulgárokat megvernénk. És így jutnánk tovább a nyolcba. Hogy áll a felkészülés, a csapat, ott hogy látod, mennyire élesedik most már 10 nap az EB kezdetéig? Hát már mindenki készül fejbe az EB-re, már készülünk a videózásra, valaki már nézett is meccseket az oroszoktól vagy a lengyelektől. Még egyelőre fizikailag készülünk, formaidőzítésre mindenképpen figyelnünk kell majd az EB előtt. Milyen a válogatottnál, melyik klubba játszol? Én a Kecskeméti Röplabda Klub játékos vagyok, és a válogatottnál, hát én jól érzem magamat, már a kezdetektől tagja vagyok a csapatnak, és szerintem a hangulat nagyon jó, játékosokkal kijövök szerintem nagyon jól, úgyhogy ezzel nem is lehet baj szerintem az Európa-bajnokság során se. Figyelemmel kíséred a válogatottnak a teljesítményét, mik lehetnek az elvárások a csapattól az Európa-bajnokságon? Láttam már 2 csoport ellenfelünket, a lengyelt és a bolgárt. Én úgy gondolom, hogy a bolgárok egy fogható csapat, és amennyiben az első 2 mérkőzésen a belgák és a bolgárok ellen úgy játszunk, ahogy decemberben tettük a MEBZA döntőn, úgy reális cél lehet számunkra a legjobb 8-ba kerülés. Először egy kicsit kérlek beszélj a stábodról, milyen munkát végeznek ők, hogy látod, milyen hangulatban készültek az Európa-bajnokságra. Van a Demeter Andris, a statisztikusunk, és edző, aki a röplabda világába járt, és azt tudja, hogy a Demeter Gyurinak a fia, a bajnok Kaposvár, sokszoros bajnok Kaposvár edzőjének, Beregszász a Szabolcs, aki Németországból jött haza kicsit segíteni a munkánkat. A régi röplabdások tudják, hogy az édesapja nagyon híres edző, Garambőgyi Mátyás mellett volt annak idején, amikor én kijutottam az EB-re, előtte lévő csapatnak, az EB döntős csapatnak a vezetőedzője, és Balázs Pisti a gyúrónk, aki mondjuk így négyen állunk össze ebből a szakmai stába, aki csoda kezeivel próbálja rendbe rakni a fiúkat, a húzódásait, problémáikat, úgyhogy ilyen picik, de lelkes kis stábunkkal próbáljuk a srácokat motiválni, meg megdolgoztatni ahhoz, hogy az EB döntő jól sikerüljön. Mi kell ahhoz, hogy jól sikerüljön, mik az elvárások? Minimum olyan alázat és olyan hangulat, fegyelem, mint ami a MEBZA döntőn volt itt Győrbe, decemberbe. Hát és nagyon sok plusz erő, meg fizikailag bírjuk a terhelést, ez a legfontosabb. És hát, hogy ne adjuk föl, ami nagyon fontos, hogy legyen tartásunk, legyünk kemények, és tiszteljük, de ne alázkodjunk meg az ellenfél előtt.